Múlt hét kedden készültek ezek a felvételek a 403-as főúton, Nyíregyháza közelében. Négy fiatal gólyát ütöttek el az arra közlekedő autók. Három gólya belehalt a sérülésekbe, volt amelyikből már csak egy folt maradt az út közepén. Az egyik gólya viszont szerencsésnek mondható a többiekhez képest. Ő ugyanis túlélte az eseményeket, igaz, nagyon komoly sérülésekkel. Megcsavarodott a szárnya, és nyílt törést is találtak rajta. Azonnal értesítették dr. Kis aki amellett, hogy házi orvos, önkéntes madármentő is. Rögtön mondtam is, hogy a szárnyát az próbálják meg az eredeti pozícióba visszahozni, hogy nehogy esetleg a keringés az túl nagy zavart szenvedjen, és hogy legyen esélye arra, hogy a szánynak a, a törés utáni része még életben maradhasson. Úgyhogy rögtön, rögtön el is hozták hozzám a madarat, itt első részesült, és Nagy Győri Anna segítségével azonnal le is juttattam Hortobágyra, mert ugye egy ilyen nyílt törésnél minden Óra számít gyakorlatilag, ugyanis, hogyha túl sokáig marad ö, szabadon a, a törött rész, akkor a csontvégek elhalhatnak, és, és akár a sikeres műtét ellenére sem lesz megfelelő a gyógyulás. Bár már aznap megműtötték, és a műtét sikeres volt, most még korai bármit mondani a további lehetőségeiről. Hamarosan egy kontrollröngen vár a madárra. A túlélés már nem kérdés, az viszont igen, hogy a hortobágyi áttelelés után lesz -e olyan állapotban a sérült szárny, hogy jövőre szabadon engedhessék és elvonulhasson társaival. Ha ez nem megoldható, a gúja akkor is élhet boldog életet. Hortobágyon vannak nagy röbdék, ahol számos ilyen madár él, akiket már nem lehet szabadon engedni, mert olyan súlyos sérülésük van, hogy a természetben már nem tudnának túlélni. Ezek a madarak ezekben a nagy röbdékben igazándiból teljesen jól tudnak élni, és évről évre akár ott is tudnak egymás között szaporodni. Ott bent is van több fészek, és minden évben születnek is kis gólyák így fogságban, és őket, majd, őket ugye mindig szépen szabadon lehet engedni, amikor felnőnek. A Hortobágyi Madárparkban meggyógyult gólyákat minden évben a látogatók közreműködésével engedik szabadon. Idén ez az augusztus 20-ai hétvégén lesz esedékes. Mint három napon déli 12 órakor indítják útnak a most még röpdékben várakozó közel 60 góját. Rajtuk kívül más gyógyult madarak is visszanyerik ezen a hétvégén a szabadságukat, Köztük egerészővek, héják, karbajok, vörösfércsék és barna réti héják is.